református adomány, átadták az M4 újabb szakaszát, élelmiszerárstopp, fejlesztések Kenderesen. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 23-án 18 óra 5 perckor. A karcagi gólyafészek otthon lakóinak vásároltak ajándékokat az adventi vásár bevételéből, 311 ezer forintból, különböző tárgyakat, eszközöket szereztek be. Koncné Lehocki, Krisztina református lelkész és Szentesi Lajos főgondnok adták át a gólyafészek otthon Jászhanykun Szolnok megyei fogyatékosok otthona megbízott vezetőjének, Szabó Ágnesnek a karácsonyi felajánlásokból vásárolt tárgyakat. Advent 4 vasárnapján sikerült gyűjtést rendeznünk. Az első református jótékonysági vásárt rendeztük meg, mind a nagy templomban, mind pedig a kiskulcsosi templomunkban. Kis dobozokat készítettünk elő, amit szépen berendeztünk édességekkel, cukorka, apró sütemény, egy filteres tea, kávé került bele, és ezeket az Isten tisztelet után a nagy templomban, a galériában, a kiskulcsosi templomban pedig a Isten tiszteleti rész után árusítottuk. Egy doboz volt 700 forint, és ebből sikerült egy gazdagabb adományt összegyűjtenünk. Ezt szeretnénk most átadni. Igen, sokat gondolkoztunk, hogy ki legyen most a segélyezésünknek a központjában, és nem szerettünk volna messzire elmenni. Itt gondolkoztunk, hogy a környékünkön, a lakóhelyünkön is vannak olyan intézmények, akiknek tudunk segíteni, és így jutott eszünkbe a gólyafészek otthon. Én el is jöttem egyszer meglátogatni őket, és igazából ez erősített meg engem, hogy most nekik szeretnénk segíteni. Ez volt az első ilyen rendezvényünk, úgyhogy karácsony közeletével szeretnénk megrendezni a másodikat, és akkor is majd kitaláljuk, hogy kit szeretnénk segíteni, támogatni. Advent 4 vasárnapján szervezte meg első jótékonysági vásárát a Református Egyház a Nagy és Kiskulcsosi templomban. A 311 ezer forintból a gondozottaknak 142 törölközőt, míg a munkatársaknak kávéfőzőt, szendvicssütőt és egyéb technikai eszközöket szereztek be. 311 ezer forint adomány érkezett, és megbeszéltük, hogy mire lenne szükségük. A gondozottaknak, a bentlakóknak sikerült törölközőt venni belőle egy nagyobb adagba, és a munkatársakat is szerettük volna meglepni, hiszen ez egy szolgálat. Naponta itt vannak, segítenek, támogatják azokat, akik bent laknak. Kávéfőzőt vettünk, meleg szendvicssütőt, különböző technikai eszközökkel segítjük őket. A műszaki átadás átvétel már decemberben lezárult, a forgalomba helyezési engedélyek kiadását követően pedig megindulhatott a forgalom az M4 Abony kelet Törökszent Miklós nyugat közötti szakaszán. A kormány részéről biztosan állíthatom, hogy a válság során igyekeztünk a legtöbb információ birtokában mielőbb meghozni a szükséges döntéseket, és nem halogattuk az ezekből következő cselekvés sem. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően volt mire építenünk. Megvolt a mozgásterünk ahhoz, hogy a válság közepette saját erőből védjük meg az emberek munkahelyét. És megvolt a lehetőségünk arra, hogy úgy mozgósítsuk a költségvetés eszközeit, hogy azzal minimalizáljuk a növekedési áldozatot. Az élet, a számok, az eredmények azt igazolják, hogy jó irányba és jó időbe tudtunk lépni. Ne feledjük tehát, hogy mindahhoz, amit az elmúlt két évben tettünk, és amit erőforrásként megmozdítottunk, a gazdaságpolitika a 2010 óta követett cselekvési irány adta a lehetőséget. Magyarország 2010-ben sebességet váltott, a közúthálózat fejlesztésében és a gyorsforgalmi úthálózat kiépítésében is. Ahogy a gazdaság teljesítménye esetében itt is beszédesek a számok. 2010-ben még kevesebb, mint 1300 kilométeres gyorsforgalmi úthálózat hossza, most már 1900 kilométer fölé nőtt. Az elmúlt három évben már évente több, mint 100 kilométer új autópálya és autóút épült. Az útprogramban összesen 3600 milliárd forintot fordítottunk erre a célra. És végül ennek a hatalmas összegnek a döntő részét saját forrásból, a magyar költségvetésből tudtuk biztosítani. Külön feladatnak tartottuk és tartjuk, hogy bekössük
a gyorsforgalmi úthálózatba a megyeiugó városokat, annak ellenére, hogy az útépítés sok időt vesz igénybe. Az elmúlt két évben egy világválsággal is szembenéztünk, de mostanra Eger, Salgótarján, Sopron, Szolnok, Szombathely és Veszprém összekötetése is megvalósult. És nem szabad megállni, folytatni kell ezt a munkát. Hátra van Békés Csaba, Kaposvár és Zalaegerszeg, ők következnek. A terveink szerint néhány éven belül mind a 23 megyeiugó város négy sávos úton lesz elérhető. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szolnoki autósok is magasabb sebességbe kapcsolhatnak, a város közelebb került Budapesthez. Biztonságosabbá válik a közúti közlekedés, és minden tapasztalat azt mutatja, hogy ez jótékony hatással lesz a város és a környék gazdasági életére. A kormány nem csak mondja, hogy erős vidék nélkül nincs erős Magyarország, hanem nagyon sok eszközzel tesz is a vidék fejlődésért. Az M4-es gyorsforgalmi út most átadott 27 kilométeres szakaszán többek között új Tisza híd is épült. A beruházás mintegy 125 milliárd forintos költségét teljes egészében hazai forrásokból fedeztük. Gratulálok ezúton is a tervezésben és a kivitelezésben résztvevő vállalkozásoknak, vezetőiknek, munkatársaiknak az elvégzett munkához, a határidő lejárta előtti átadáshoz. Ezt is becsüljük meg. El kell mondanom azt is, hogy képviselő asszony és képviselő urak is, a város vezetése is mindent megtett az út megépüléséért, és hogy úgy mondjam, ott voltak minden kilométerkőnél. Hölgyeim és uraim, a gazdaságpolitikában nem csak új sebességre kapcsoltunk 2010-ben, hanem új irányt vettünk. Az elvek, amelyeket követünk, világosak. Család, munkahely, adócsökkentés, beruházás és dudaszó. Ezek az alapok teremtenek erős és kihívásokkal szemben ellenálló gazdaságot a 21. században is. A visszaigazolás pedig nem más, mint a mögöttünk lévő két év. Alig több, mint egy évtizeddel az előző válság után kétszer akkora gazdasági visszaesés közepette, a magyar gazdaság köszöni szépen jól van. Azzal, hogy a kormány nem a megszorítások rossz politikáját választotta, hanem azonnali segítséget nyújtott a gazdaság szereplőinek, elkerültük a mély visszaesést. Támogató gazdaságpolitikával, beruházások ösztönzésével pedig elsőként tudtuk újraindítani a gazdaságot, lépés előnnyel jöttünk ki a válságból. A térség életében miért fontos most ennek a szakasznak a megépítés, és mi lesz ezután? Ezután folytatódni fog a négy sávos, négyes autóút. Karcag irányába, tehát fel fog készülni Törökszentmiklós, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás és Karcag. Folytatódni fog az autópálya. Egy hét múlva át fogjuk adni valószínű az alapkövét a folytatásnak, és 2025-ben el fogja érni a megye határt. A Szolnokot északról elkerülő szakasza Jász-Nagykun-Szolnok megye fennállása óta a legnagyobb közlekedés fejlesztési beruházás. Ez a 22 kilométer hosszú szakasz lehetővé tesz az, hogy Karcag Budapesthez egy fél órával kerül közelebb, sokkal balesetmentesebben, kényelmesebben lehet közlekedni. A nagyon fontos számunkra az, hogy mi lesz a folytatás, mikor indul a munka. Itt örömteli hír az, hogy hamarosan megtörténik a Szolnok-Karcag keleti csomóponthoz vezető szakasznak az alapkőletétele. Így megkezdődnek a munkák, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Karcag a Nagykunság fővárosa is autópályán elérhető legyen, így városunk be tud kapcsolódni az országos autópálya hálózatba. Élelmiszerárstopp. Rendben csökkentették az árakat, kevés bírságot kellett eddig kiszabni. Február első felében több mint 5000 üzletben vizsgálta az élelmiszerárstopp betartását a fogyasztóvédelem, közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Kiemelték, a tapasztalatok szerint a kereskedők elenyésző számú kivételtől eltekintve csökkentették áraikat, az előírt készletet tartják raktáron. A kormányi hivatali szakemberek mindössze 42 esetben találtak hiányosságot, a hatóság mostanáig összesen 300 000 forint bírság kiszabásáról döntött. A kormány célja tehát
érvényesült, rendben csökkent az árstopban érintett élelmiszerek ára. Ez különösen védi a gyermekes családokat és időseket, hangsúlyozta a tárca a közleményben. Kifejtették, a járvány és az elszabadult energia árak miatt egész Európában jelentősen növekvő élelmiszerárak Magyarországra is begyűrűztek. A kormány a rezsicsökkentés, a napokban meghosszabbított benzinárstopp és a kamatstopp mellett újabb beavatkozással javította a magyarok megélhetését. Február 1-től a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukrot, a búzafinomliszt, a napraforgó étolaj, a sertészcomb, a csirkemell csirkefarhát és a 2,8%-os UHT tehéntej legmagasabb árát. A limitált áraknak köszönhető megtakarítás különösen a gyermekes családok és az idősek védelmét szolgálja. A február első két hetében lezajlott 512 ellenőrzésből csupán 42 esetben akadtak kifogásolni valóra a szakemberek. 25 üzlet alkalmazott az előírnál magasabb árat, 14 nem biztosította a megfelelő mennyiséget az érintett élelmiszerekből. 7 helyszínen a kötelező tájékoztatás hiányzott egészen, vagy nem felelt meg mindenben a rendelkezésnek. Némelyik kereskedelmi egység több szempontból is mulasztott. A leggyakrabban az étolaj kapcsán vétettek hibát az üzletek. 14-szer annak ára, 5-szer a mennyisége nem stimmelt, írják a közleményben. Cseresnyi és Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a közleményben kifejtette. Minden jel arra mutat, hogy olajozottan ment az átállás. A boltok túlnyomó többsége minden fennakadás nélkül alkalmazkodott az élelmiszerárstopphoz. Az ellenőrzés sorozat második hetében már sokkal ritkábban szembesültek problémákkal a kollégák. Az összesített kifogásolási arány az egyébként is alacsony induló szintről kevesebb, mint a felére csökkent. Megszülettek az első bírsághatározatok. 5 szabálysértés az elmarasztalt kereskedők 300 000 forintjába került. Egy vidéki üzlet azzal érdemelte ki az eddigi legnagyobb 100 000 forintos szankciót, hogy a hatósági ár több mint másfélszeresét kérte az étolajért. Úgy tudjuk, térségünkben nem kellett bírságot kiszabni. F. Kovács Sándor önkormányzati képviselőkkel és a városért tenni akaró helyiekkel találkozott és egyeztetett Kenderesen. Megnézték az elmúlt időszakban megvalósult fejlesztéseket és hosszan beszélgettek a város jövőjéről. Kenderes városa olyan, mint a magyar történelem. Voltak csodálatos, dicső időszakai, voltak szenvedéssel teli, sötét korszakok is. De Kenderes mindent túlélt. Az ide látogató látja azt, hogy milyen volt, amikor Kenderes gazdag, fejlődő település volt. Látja azokat a megújult épületeket, amik a magyar kormány segítségével mutatják azt a régi fényt, azt a régi pompát, ami annak idején Kenderes jellemezte. Bízom abban, hogy ez a város újból méltó és gazdag pompájában fog tündökölni, úgy, mint ennek előtte. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!